Az egér és az alma Apró kis egérke talált egy nagy almát, Ezzel legyőzheti éjsége hatalmát. Néhány napig jó lesz az alma ebédre, Minden nap jól lakik végre az egérke. Büszkén gurította, hazafelé futva, Ám a kerek alma nem fért be a lyukba. Kicsi volt a nyílás, hatalmas az alma, Apróra szétrágni mikor lesz alkalma mert a macska les rá, kint lenni veszélyes, mikor a fenevad egérhúsra éhes. Ám ha segítséget kér más egerektől, osztozni is illik, s fogy az alma egyből. Mit lehet hát tenni? Ezen gondolkodott, és közben megéhezett, hát hozzá is fogott. Így az alma körbe mind lerágta, így már betolhatta apró odujába. Csak hogy az egérjük megtelt az almával. Egérke kint maradt a riadalmával. Jó, az alma megvan, de ő hol fog lakni? Hol fog az almával kettesben maradni? Aztán jött egy ötlet. Az jutott eszébe. Nem túl messze lakott egy kedves egérke, aki tetszett neki, kit szívesen látna. Úgy döntött elhívja alma vacsorára fel is kerekedett, már a szíve hajtja, másik egérjukat rejt a szomszéd pajta. Az egérlányzó ott lakott magában, várta a hercegét egérpalotában. Egerünk sem volt rest, bekopogott szépen. Szép szerelem lobbant apró kis szívében. Ha az egérlányka ezt majd viszonozza, esküvőjük napját még közelebb hozza. Ha egy szív felizzik, azaz lángra lobban, Jobb, ha érzéseit nem tartja titokban. Jött hát a lány kérés, az egyenes beszéd, Egerekhez méltóan megkérte a kezét. Így lett hát valóság a kettejük álma, Meg is volt a lagzi nagyon gyorsan, már ma. Vajon mi lett volna, ha nincs az az alma? Győzött volna úgy is a szerelem hatalma? Így enaptól kezdve a lánykánál laktak, almáterni pedig gyakran átszaladtak, és ha az almából egy darab még volna, talán ez a mese sokkal tovább szólna.